Kedves diákjaink, kedves vendégeink! Az év legszebb napjához érkeztünk, és iskolánk jeles napjai közül is a karácsonyi ünnepségnek különösen szép jelentősége van. Mint minden évben, most is második és hatodik osztályosaink készültek erre az alkalomra egy gyönyörű meglepetés műsorral. Mi pedig az adventi gyertyagyújtással vállalkoztunk a mai napra. Külön is szeretném köszönteni körünkben az óvodásokat, akik teljes létszámban megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Örülünk, hogy itt vagytok. Szeretném külön köszönteni a megjelent kedves régi kollégákat, nyugdíjas pedagógusainkat, Komlós Né. Dr. Ágnest, Reiszer Józsefnét, Piller Jánosnét, Fejtingerné Szabó Máriát, és külön is köszöntöm a települési önkormányzatok képviselőit, Huszárné Jambulics Mónika, Nényedző asszonyt, Bajkai János polgármester urat, és a megjelent kedves szülőket, nagyszülőket, vendégeket. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk ehhez a műsorhoz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tárda homokban találta magát. Olyan szép helyen állt, amilyet még sosem látok. Egy mese, egy ilyen kóról, egyszer volt, hol nem volt, volt egy
fenyőbe a leges-legelső karácsonya? Hát még mindig jó, hogy tudom most erdőben átsorogni. Biztos holnapra tervezik a megünneplésem. Igen, igen, ez biztos. Vajon milyen dicsőséget hoz majd a reggel? Viszont amikor fel kell a nap, eljöttek, hogy még több kiszelékesítsnek engem. De ki? Hé, mit csináltok? Még a kisnyű ugrabugrálását is szívesebben elviselném, ha az erdőben lehetnék újra. Nem is vagyok öreg? Az én hazámban rengeteg fa van, aki sokkal öregebb nálam. Vagyis, hogy van. Tényleg? És hol te hozzád, fenyőfa úr? Igen, mesél minden. Mit láttál? Mit hallottál? Hát én csak azt tudom, hogy az én hozzám a leggyönyörűbb helye van. Tényleg? Te hozzád a hangra? Ó, sajt, szalonna, sajt esős házban. Nem, az én hozzám az erdő, ahol mindig süt a nap, és dicséregnek a madárkák. A fenyőfa mesélt ezt a gyereknek a fiatalkoráról, még a rajta átugráló Nyuszi is szép emlék volt már. Ó, te miket láttál? Biztos nagyon boldog voltál. Igen, ott tulajdonképpen boldog voltam. És még már reáltam, mesélj még. Elmesélte nekik, milyen volt a karácsony este a nappaliban, mikor cukrokkal ékesítették, és arancsinkkal gankoronázták meg. Sajtról és szalonnáról nem tudtam beszélni, tudod, egy kamerát. Sajnos arról nem. Hát egérként én elég jól el tudtam beszélgetni veletek. Az öreg fák nem hazudtak. Élvezzük a jó dolgokat, amíg lehet. Végre valahára eljött a tavasz. Tudtam, hogy nem hagynak itt engem. Mi ez a szak? Nézd csak a csúr karácsonyfánkon, még fent van a csúr. Ne, kérlek, ne vedd le! Az nekem! Én láttam meg! Csak bedugtatok egy ládába, hogy emeljem az ünnep fényét. És most végeztek fel? De megtanultam ezt. De ha nem tudnának megörülni, amit van, egy napon semmi jó sem lesz. De én nem csalódom, ez csak egy változás. Minden régiből lesz valahogy egy plusz. Így, a fenyőből is valami új lett, ahogy a nagy lények. Öreg fenyő mondta, tik-tak, bum, itt a vége. Oh.
gyerekeink, kedves vendégeink, a TAPS-ból és ahol, ahogy most rátok nézek, mindenki most jó és mindenki boldog. Azt az üzenetet olvashatjuk ki, hogy mindenkinek nagyon tetszett ez a mesejáték. Túl azon, hogy elvarázsolt bennünket, hadodik szemlékelés, hiszen a fenyőfácska története ma is aktuális és egyre aktuálisabb lesz. Vajon gondolunk-e a fenyőfára, amikor kivágjuk az erdőt? És vajon gondolunk-e rá, amikor aztán a tűzre kerül? Hála Istennek, ennyire többen gondolunk rá. Köszönjük nektek ezt az élményt. Jó volt látni, hogy picik és nagyok együttműködve, harmonikus közösséget alkotva hozták létre ezt a gyönyörű produkciót. Minden a helyén volt. Részletek, jelmezek, kellékek, az ének, a szövegtudás, jelmezés. Köszönjük hozzá szövegeinteknek, a Görvénam a Viktoriának és Horváth Istváni Attilának is a nevei közbenőködést, és még egyszer szépen köszönjük nektek ezt a szép produkciót. És a jelmez készítését köszönöm, azt mondom, a második osztályú szülők közül Szegény Andreának, Mocskóné, Virovec Anikának, Fischer Elifnek, Szamosvári Jánosnénak, Miller Sándornénak, Pál Pákosnak, Szényi Erzsébetnek, Krauszné Vintér Henriettnek, Kóly Krisztinának, Pötör Zsoltnak és Lakó Évának. A hatodik osztályú szülők közül Barna Anikónak, Hegedűs Tündének, a Falvi házaspárnak, Percel Tíneának, Hászmely, Hiba Szilviának, Balogh Tündének, Csipes Edithnek, valamint szívből köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak is a közleműködését. Mindenkinek ezzel szeretnénk kellemes karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt és jó pihenést kívánni a